Kedves nézőink! Szerencsére a héten sem maradnak tanácsok nélkül a kiskert tulajdonos a kerületünkben, ugyanis stúdiumban van Megyeri Szabolcs kertészmérnök. Mi mindent hozott be nekünk most ide a stúdióba, mire készüljenek a kert tulajdonosok? Mit láthatunk ma? Igen, jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Egy képzeletbeli kertbe fogunk most bemenni, amely akár bármelyikünk kertje is lehet. Furcsa dolog, hogy kertészkedésről, kertépítésről beszélgettünk, és most itt egyetlen növény sem látható. Ennek az az oka, hogy a jól felépített kertnek az alapja azok a technikai segédeszközök, amikből itt most egy párat hoztam. Igazából, aki megszívleli ezeket a tanácsokat, az nagyon sok felesleges munkaórától tudja majd megkímélni magát a vegetációs időszakban, tehát márciustól novemberig. Hát nézzük is, hogy a legtöbb ember, amikor neki kell kertészkedni, akkor mivel kezdi? Általában azzal, hogy bemegy a barkácsboltba vagy egy kertészetbe, kinéz ott magának növényeket, és ami tetszik, azt megvásárolja, hazaviszi, és keres neki magának helyet a kertben. Hát ez igazából lehető legrosszabb, amit tehetünk. Emellé még általában vesz egy kis fűmagot, és akkor füvesít, meg növényeket ültet. Hát a hírem az, hogy ez az utolsó dolog, amit egy kertben meg kell tenni. Először egy kertnek fel kell építeni a vázát. Ez a váz, ez pedig gyakorlatilag a kertnek a szegélye. A jól megépített kerti szegély az a könnyen fenntartható kertnek az alapja. Ez azt jelenti, hogyha igen. Ez azt jelenti, hogy szegény nélkül nem is létezik kert? Tehát... Létezik kert, csak rengeteg felesleges utómunkát igényel. Uh-huh. Általában a legismertebb termék az ez, amit ilyen különböző barkácsáruházakban lehet kapni. Ezek ilyen félfa hasábok, amik itt a hátsó részén ilyen húzallal vannak összedrótozva. Igen ám, ezt az emberek megvásárolják, hazaviszik, és leássák körbe a gyep körül, hogy ezzel majd ők elválasztják az ágyást. Hát ez igazából nem erre való, hanem ez inkább ágyáson belüli, mondjuk egy ilyen magasított ágyás kialakítására tökéletesen alkalmas. A fő probléma, hogy ezek a fahasábok hamar elrohadnak, valamint itt mögötte ezek a vashúzalok, ezek szintén az idő vasfoga megeszi, és ezek utána szépen leválnak, és összedől a szegény. További nagy probléma vele, ami igazából az egésznek a lényege, hogy így egy vízszintes szegély képződik. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos családi ház kertjében mondjuk van 200-300 négyzetméter fű, ez ugye pont akkor a tér, mint mondjuk tehát a kertbe viszonyítva, mint mondjuk a nappalimban ugye a szőnyeg, tehát ez a legnagyobb fenntartandó területünk. Ezt lenyírjuk 20-30 perc alatt, és akkor utána vagy egy ilyen inhüvelygyulladást okozó ollóval próbáljuk vágogatni a gyepnek a szegélyét, vagy pedig egy ilyen szegélynyíróval, ez egyik sem elegáns megoldás. Ehelyett én mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy alakítsunk ki a kertünkben vízszintes szegélyeket, aminek az a lényege, hogyha itt van a gyepfelületünk, akkor a gyepfelülettel egy síkban, egy szintben leteszünk mondjuk egy ilyen térkövet vagy téglát, ezt esetleg egy ilyen sovány betonágyba tesszük, és akkor a fűnyírónak a szélső kerekét rá tudjuk erre tenni, és szegélynyírás nélkül tudjuk megoldani a legnagyobb feladatot a kertünkben, a fűnyírást. Akinek nincs füves része, mert vannak olyan kertek is, igen, azoknak is kellenek ilyen elválasztó térelemek a kertben? Hát oda igazából akkor nem kellenek, akkor inkább a különböző tipegőket, vagy bármilyen olyan járófelületet érdemes úgy kialakítani, hogy az lehetőleg egy szintben legyen az összes többi növényzettel és egyéb kialakításokkal. Még a fűre annyiban térnék vissza, hogy a vakond az nagyon sok kertben probléma, és hát nagyon sok bosszúságot okozunk. Ugye ne felejtsük el, hogy a vakond az védett állat, kivéve a kerten belül, de hát ott sem túl nemes dolog a vakondot elpusztítani. Az elűzése az pedig többször problémába ütközik, ugye szoktak ilyen üveget letenni, ami fölött állítólag elfúj a szél, de hát ezek inkább a mendemonda kategóriákba tartoznak. Ez egy vakond háló, ami kizárólag és preventív védekezésre alkalmazható, tehát magyarul csak a gyepszőnyegezés vagy a fűmagvetés előtt tudjuk ezt letenni, később ezt nyilvánvalóan már nem. Ez megakadályozza, hogy a vakond egész egyszerűen feltúrjon, és akkor odébb áll hát egy másik kertben, ahol ilyen nincs letéve. Hozott még valamit itt nekünk, az micsoda és mire való? Igen, igen. Az ágyásokban, tehát ha a fűterületünkről rátérünk az ágyásokra, akkor az ágyásokban a növényeink közé lehet szórni ilyen nagyon finom illatú mulcsot. Hogyha ilyen ismeretterjesztő filmeket nézünk, akkor látjuk, hogy a tajgán például ott nincsen aljnövényzet, mert egy tűlevél az 6-7 év alatt bomlik le. Hát igazából ez a fenyőkéreg is hasonló hatást fejt ki, bemosodik a talaj legfelsőbb rétegébe, és elsavanyítja a talajnak ezt a legfelső rétegét, és ezáltal az ilyen különböző magrókelő gyomokat megakadályozza, hogy kikeljenek, illetve hogy kifejlődjenek. Na most ebből kapható ilyen apró darabos, ezt inkább ilyen sziklakertbe vagy egynyáriak közé, hagymások közé szoktam ajánlani. Akinek nagyobb cseré van, akkor oda mindenképpen a nagyobb darabos ilyen háncsot szoktam ajánlani. Ez nem olcsó, ezt egyszer fel kell tölteni vele szépen az egész kertet, lehetőleg ilyen 8-10 centi vastagságban, és akkor utána 3-4 évente lehet egy picikét rápótolni.
Ez tehát arra való, hogyha a bokrok, fák alá nem szeretnénk, hogy gyomok nőnek ki, pontosan, akkor ilyennel szórom le a kertem aját, és akkor azzal nincs is gondom ezentúl, miután leszórtam. Hát én azt mondom, hogy a gyomoknak a 99%-át ezzel meg lehet előzni. Ami azonban fontos, hogy aki még ebben sem bízik eléggé, illetve van egy nagyon veszedelmes gyom, azt úgy hívjuk, hogy tarack, ami ellen adott esetben sokszor még egy ilyen leháncsolt terület sem jelent megoldás, azoknak ajánlom a geotextília anyagát. Ez igazából egy olyan anyag, ami a régi ruháinkat, amiket kidobunk, azt így összevágják, zanzásítják, és akkor abból lesz egy ilyen textília, amit így nagyon szépen ilyen lefogató elemekkel az ágyásba le lehet teríteni, gyakorlatilag így leszőnyegezzük el az ágyásunkat, utána ilyen szép kereszteket vágunk bele, és abba ültetjük bele a növényeket. Ezt például autópályáknál, vagy tanyák körül, vagy akár kertekben is olyan helyeken használják, ahol a következő hónapokban nem megoldott mondjuk a gyomlálás, hát ez garantáltan ugye távol tartja a gyomokat, hiszen nem engedi őket kikelni. Később azonban pár év elteltével, mondjuk az évelő növénynek, amiknek terjed így a tövük, azok miatt ezt el kell utána távolítani. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt a stúdióba is. Ellátott minket mindenféle ötletekkel, csak így előzetesen, legközelebb, amikor jön, milyen teendőkkel ről fog beszélni nekünk, mivel vár legközelebb minket? Hát legközelebb ugye közeleg az évelő növényeknek az ültetésének az ideje, úgyhogy különböző ilyen évelő kultúrák, illetve az évelő növények alkalmazásáról lesz majd szó, illetve hát majd lassan rátérünk az egynyári növényekre, illetve a balkonokra is. Kedves nézőink, köszönjük, hogy figyeltek bennünket, és akkor legközelebb, jövő héten jelentkezünk újra Kertészök percünkkel.